Hétköznapjaink egyik kihívása, hogy hogyan és mire használjuk a digitális eszközeinket. A képernyőidő kérdése minden korosztályt érint, a kisgyerekektől egészen az idősebb generációig. Rövid videósorozatunkban ezt a témát járjuk körbe. Folyamatosan képernyők vesznek minket körül, én azt hiszem, hogy önmagában azért ez a kékfény nem tesz jót a szemnek, nem tesz jót az idegrendszer egyéb részeinek, és persze a fiatalok, mint éretlen idegrendszer kifejezetten egy rizikócsoportba tartoznak a kékfény kapcsán. Éppen ezért a WHO 2-3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt javasol. Ez nem véletlen, mert a mentális struktúráknak a kialakulásának egy szenzitív, kritikus periódusáról van szó ebben a kicsi korban. Úgyhogy, hogy van-e optimális képernyőidő vagy használat, tehát valójában azért a tudomány szempontjai szerint nem igazán van. Az viszont teljesen érthető, hogy a mai technológiával valahol lépést kell tartanunk, tehát teljes mértékben visszafordítani nem tudjuk és nem is akarjuk ezt a technológiai folyamatot, de abban azért biztosak lehetünk, hogy érdemes rá odafigyelni, érdemes tudatosan kezelni a képernyő használatot. Ha nagyjából összevetjük azért a tanulmányokat, akkor heti egy-egy mese megnézése az nem feltétlenül jelentene óriási idegrendszeri problémát, de itt már bejön az, hogy nem mindegy, hogy milyen mese, nem mindegy, hogy a korhoz illeszkedik-e, vagy sem, nem mindegy, hogy a híradó megy a háttérben, és arra még nem készült fel egy gyermek, és akkor találkozik a képernyővel, és persze nem mindegy, hogy esetleg olyan oktatási célzatú eszközökről van-e szó, mint mondjuk az IKT eszközök, amiket nagyon jól használnak is a pedagógusaink, Magyarországon is persze nyugaton is rendkívül sok, illetve a világ számos országában, ez már egy teljesen bevett szokás, és segíti a tanulmányokat. Nagyjából 8 és 10 éves kor között mindenki megkapja az első okostelefonját, legalábbis a legtöbb gyermek megkapja, úgyhogy onnantól kezdve már ugye nem feltétlenül a televízió lesz a legfőbb problémaforrás. Az is érdekes, hogy a tartalmakban tényleg akkora különbségek vannak, hogy nem, tehát azt mondhatjuk, hogy végül is egy halmozati sokkot is okozhat akár az az adott tartalom. A kékfény, a tartalom és maga az, hogy hogyan van interpretálva, vagy hogyan nincs. Tehát, hogy jelen van egy valaki, aki magyaráz egy gyerek számára, akkor, amikor ő nem ért valamit, akkor, amikor szorong. A képernyőidő az egy nagyon érdekes kérdés, mert én azt hiszem, hogyha kimondom azt, hogy átlagosan a 14 éves gyerekek és a fölött olyan 6,5 óra maga a képernyőidő, ez hihetetlen magas szám. Tehát itt már nem is arról kell beszélnünk, hogy a képernyő időben van-e optimális dolog, hanem hogy hogyan tudjuk visszaszorítani, hogy mondjuk a 6,5 órából először legyen 4,5 óra, utána legyen 3 óra, és akkor hát, ha le tudjuk csökkenteni. A tanulmányok szerint egyébként egy serdülőkorú gyermek számára a napi olyan 1, maximum 1,5 óra az, ami képernyő időben nem okoz tartós kárt. Hogy mit okoz, az meg megint csak egy nagyon széles spektrum. Én a klinikum oldaláról is látom, hogy mit okoz, és egyébként felnőtteknél is látom. De mindig kiemelem, hogy a gyerek, a fiatal, nagyjából olyan 20 éves kora elejéig egy olyan éretlen frontális lebennyel rendelkezik, ami a racionális döntéshozatalért felelős legfőbb szerv, ami miatt is, és ez csak egy példa az idegrendszerből, ami miatt is védenünk kell ezt a korosztályt. Tehát mindenkit, aki 20 év alatt van, vagy 20 pár év alatt van. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretném felhívni a figyelmét ugyanúgy egy 30 éves dolgozó anyukának, apukának, bárkinek, hogy ne használja annyit ezeket az okos eszközöket. A kognitív területeken egyértelmű romlást tapasztalunk a képernyő használat miatt, ilyen például a figyelmi funkciók, a gondolkodásnak a gyorsasága, logikai soroknak a kiépítése, a szimbolikus gondolkodás, de a nyelvi készségeket is ide vehetjük.
Úgyhogy azt hiszem, hogy egy elég komplex problémával állunk szemben a képernyőidő tekintetében. Azt is látjuk, hogy szociálisan, tehát az érzelmi részekben és a szociális kérdésekben folyamatos romlást tapasztalunk a diákság körében. Ez azt jelenti, hogy ténylegesen nem beszélgetnek egymással, mármint verbálisan, tehát konkrétan, amikor kimondok egy szót, és annak van valamilyen jelentése, ahhoz egy hangsúly társul, ahhoz mimika társul, ahhoz egy testtartás társul, hogy ezeket a jeleket, mintha lassan elfelejtenék értelmezni, és csak emotikonnal, vagy ilyen emojikkal tudnak egymással kommunikálni, még rosszabb esetben képek által, amiket egymásról készítenek, és ezek akár kikerülnek az online térbe, és egy zaklatási eseménynek a kezdeteivé válnak. Tehát nagyon sok rétű az, hogy ténylegesen mit okoz, az érzelmi területen egyértelmű romlást tapasztalunk, rendkívül sok a fiatalunk, akinél motiválatlanságot, reménytelenséget tapasztalunk, és én nem mondom azt, hogy ez kizárólag a képernyőnek a hibája, de a képernyő használ most már minket, és nekünk pont, hogy vissza kellene ezt fordítanunk, és hogy mi használjuk jól, vagy legalábbis használjuk úgy, ahogyan a legjobb tudásunk szerint tudjuk, de valóban most már megjelentek klinikai szinten azok a problémák, hogy valaki pánikrohamot kap azért, mert nincsen a keze ügyében a telefon, mert mondjuk nem lehet. És a mostani új szabályozás miatt az iskolában pedig nem lehet a keze ügyében, és sajnos most látjuk a fiataloknál is, meg az idősebb korosztályban is, hogyha éppen otthon hagyta valaki a telefonját. Ez szerintem egy elég életszerű példa. Egész nap izeg, mozog, hogyha egyáltalán nem rohant vissza érte, és emiatt nem késett el a munkából, nem késett el egy megbeszélésről, egy baráti találkozóról, vagy a gyerekéért az iskolából, óvodából. És én erre mondom azt, hogy ez már a függőségnek egyfajta tünete, úgyhogy nagyon gyorsan meg kell állítanunk ezt a folyamatot. Nyilvánvalóan a prevenció megoldás, a prevenció pedig nagyon nagy részt a szülők kezében van. Azzal, hogyha alternatívákat kínálnak, az alternatíva viszont nem azt jelenti, hogy kinyitottam az ajtót, kilépett a gyerek a kertbe, és akkor ott ő egyedül hajrá. Ez a délutáni játék tér. Ez így nem fog menni. Ez úgy fog menni, hogyha az anyuka, az apuka ott van a gyerek mellett, amikor ő játszik. Ha megtanítja játszani, megtanítjuk ugyanúgy az egyedüli játékra is, megtanítjuk másokkal való kompromisszumra, vagy akár a versengésnek bizonyos formáira, amik elfogadhatóak társadalmilag. Nagyon jó tanácsom a szülőknek, hogy hozzák ki a számítógépeket a gyerekszobából, sőt, egyébként minden képernyőt. Tehát, hogy ne a gyerekszobának legyen az alapeszköze egy számítógép, mert ott tényleg el lehet bújni. Be lehet csapni az ajtót, dühösen félre lehet vonulni, le lehet ülni a számítógép elé, és akár órákat lehet úgy használni az eszközt, hogy a szülő nem tudja, vagy nem tudja kontrollálni. Tehát hozzuk ki, tegyük a családi térbe. Legyen a nappaliban az a számítógép. A serdülőkorúaknak, akik ugye nyilván nagyon nehéz így, mert hogyha valaki 14 évig nem korlátozta ezeknek a használatát, akkor 14 éves és egynaposan nagyon nehéz átállni arra, hogy na most akkor elkezdünk eljárni, kirándulni családilag. De mégis ezt javaslom. Próbáljuk ki. Mi lenne, hogyha megkérdeznénk a serdülőnket, hogy ő egyébként mit szeretne csinálni a szabad idejében, és hogy esetleg csatlakozhatnánk-e hozzá. És amikor azt mondja, hogy nem, mert a haverokkal szeretnék lenni, akkor mondjuk meg, hogy rendben, akkor mit szólnál ahhoz, hogy másfél órát te töltesz a haverokkal, és utána másfél órát pedig velünk, a szüleiddel, a testvéreiddel, a nagyszülőkkel, és mit szólnál, hogyha akkor így kompromisszumot kötnénk. A kompromisszumok azért sokszor működnek. Nem mondom azt, hogy zökkenőmentes lesz, meg hogy nem lesz nehéz, vagy érzelmileg nem akadnak ki a szülők, vagy tényleg ez egy heroikus munka sok esetben. De hát, hogyha már 14 éves korig ez történt, akkor most már mentsük, ami menthető, és igenis van remény, mert nagyon plasztikus, nagyon rugalmas még az idegrendszer.
Úgyhogy a serdülőkorú gyerekek szülei is legyenek elkeseredve, hogyha hát most éppen nem annyira jó a viszonyunk. Az a gyerek, akinél meg tudják lépni következetesen a szülők ezeket a nagyon fontos dolgokat, nem kell mindent kontrollálni, és nem kell ilyen helikopterszülőnek lenni, de legalább ezekben a fontos kérdésekben legyen családi szabályzat, kompromisszum, nagyon sokat beszélgessünk róla. Nincs más eszközünk, mint az, hogy az elérhetőséget megpróbáljuk korlátozni, és valamiféle szabályrendszer szerint alkalmazni.